Sziasztok! A mai napon elhoztam nektek egy Back to School Howl videót. És igen, tudom, hogy szeptember 9-e van, bárki tudja, hanyadika lesz, mire kirakom ezt a videót. Tehát most szeptember 9-e van, a hétfő. Viszont itt nekem Németországban még nem kezdődött meg az iskola. Holnap lesz az évnyitó, viszont a Romániában laknak már ma lett volna az évnyitó. Tehát így van itt. Itt mindig kedden kezdődik. Na hát mindegy, nem is húzom tovább az időt. Kezdjük is a füzetekkel. Azt kell tudni a füzetekről, hogy itt nem szokott senki ilyen mintásokat venni, nem igazán. Vannak, de nem valami sok. Mindenki azt az egyszerűt veszi, tehát mindenkinek szinte ugyanolyan füzete van. Az iskola, az osztályomban mindenkinek ugyanolyan füzete van. Mivel itt megvan adva, hogy minden tantárgyak, hogy például németnek, ez a színű kell, ez a színű borító kell matekhez, ez a színű, tehát majd mindjárt mutatom. Na, hát itt van először is egy mintás, spirálos füzet, ilyen hawaiiós, vagy trópus inkább, ilyen vonalas, és ez direkt kéri, hogy ilyen spirálos legyünk, mert például amikor dolgozatot írunk, van, hogy kell lap, és akkor abból tudunk visszakíteni. Vagy van olyan, amikor fel kell az informatika teremben, mert van valami feladat, és akkor azt azon a lapon kell megoldani, tehát egy ilyen feladatfüzet. Aztán most jönnek az ilyen sima füzetek, tehát ezek az egyszerű füzetek nálunk. Ezeket a számokat ne nézzétek, mert nem tudom, mit jelentenek. Először is van egy 8 lapos zene, ének, kotta, hangjegy füzet, ki hogy hívja. Aztán van még két fék. Ez egy 16 lapos vonalas füzet. Ezt fogom vinni társadalmi nevelés órára, ami igazából nem biztos, hogy ez a neve, de én így fordítottam le németről, mert tanulunk igazából politikát is, meg hogy kell viselkedni, meg tudod, ilyen úgy dolgokat. Aztán van még egy kék vonalas füzetem, viszont ez 60 lapos. Ezt németről fogom használni, mert borzasztó sokat szoktunk írni németen. Aztán van egy négy darab ilyen piros füzetem. A vonalasok azok mind kék, úgy vannak, és a négyzetrácsosak pedig pirosak. Ez egy 60 lapos négyzetrácsos füzet, amit matekre fogok használni, mert azon is sokat szoktuk írni. Aztán van egy 32 lapos, szintén négyzetrácsos füzet, amit PCB-re fogok használni. PCB az 3 tantár egybe, a kezdőbetűjük. Tehát a fizika, kémia és biológia. Aztán van még egy 32 lapos négyzetrácsos füzet. Ezt GSC-re fogom használni, ez szintén ugyanúgy 3 tantárnak a kezdőbetűje. Tehát ezeket egybe tanuljuk, ugye ezt a 3 tantárnak. A G az a földrajz. És az S meg az E, az nem tudom. Fél év alatt nem derítettem ki, hogy ezt nem tudom. És van még egy 16 lapos füzet, ami pedig etikára fogok használni. Na, akkor most jönnek a füzet borítók. Tehát megmutatom, hogy még tantárgya mi kell. PCB-re, tehát fizika, kémia és biológiára kell barna. A németre kék. GSE, földrajz, és ugye mondtam, hogy ez ezt mondja, az nem tudom, mit jelent, arra zöld. Társadalmi nevelés órára, vagy valami ilyesmire, arra sárga. Matekre piros, és etikára pedig fehér kell. Aztán, ha már tartunk, akkor megmutatom nektek, hogy a mappáimat, amíg szintén ugyanígy van, hogy ehhez a tantárs, ez ilyen kell, ahhoz ilyen. Tehát a kék ugye a némethez kell, a sárga a társadalmi neveléshez, és a fekete pedig a zenéhez, és ezekhez van mappa. Aztán van ez a mappa, az elilején gumis. Ezt ahhoz van, aztán, hogy csak kapunk valami lapot, értitek, azokat belerakjuk. Aztán van itt két órarendem. Az egyik oldal a rózsaszín, a másik zöld. Ezt a kicsit fogom mindig magammal az iskolába. Ezt a nagyot pedig itthon. És ezt egyébként mindent a Müllerbe vásároltunk, és ezt pedig Müllert
tehát beszerezni ezt az egyszerűt, mert voltak ott ilyen szék, mintás, minden, de el is felejtettem, hogy kell óránk. És ezek ott voltak, tudjátok, honnan lehet venni ezeket a Müller-es újságokat, ugye ingyen, tudjátok, innen ki lehet venni, és ott voltak. Ingyen voltak. Igen. Aztán a következő az ez. Az üzenet doboz, hogy ez ilyen türkiz. Jaj, szangos. Ez ilyen türkiz. Nem biztos, hogy a videó látszik, hogy türkiz, de ez türkiz üzenet doboz. Aztán itt van a toltartom, ami szerintem tök szép. Ezt még amúgy a tavaly vettük, de egy hónapot használtam csak, mert tetszett. Még volt egy hónap az iskolában, és megvettem, mert szép volt. Ez nem tudom, mennyire látszik, ilyen rózsás, közelebb megy egy kicsit. Ez ilyen rózsás, ilyen farmeres szerű. Tök szép. Aztán van itt egy ilyen fiesztol készlet. 30 darabos fiesztol készlet. És ha Romániában élnék, még nem vettem volna szerintem fiesztolat sem. De itt kellett ilyen sok, az amúgy pelikános. És már pelikán márkája. És viszont itt kell, mert tavaly is annyit használtuk, de gondoltam, hogy beszerzünk egy ilyen 30 darabost. De van egy ilyen Faber-Castell-es 24 darabos színesztelőző készlet, és szintén sokat használjuk a színesztelőzőt is. Tehát ez is kellett. Tudom, hogy jön ez. Ez ilyen hibajavító, ilyen két darabos. Ez egy brit ragasztó, stiftes, egy fehér tempera, mert a fehér tempera az nagyon gyorsan fogyik, és amúgy a festékeim azok a szintén nagyon keveset használtak a tavaly, tehát nem vettünk többet. Aztán van, itt van az ecset. Na hát, az ecset, azt is megmutatom. Ez ilyen ecset. Tudjátok, ez a ilyen tök ilyen puha, ez is Faber-Castell-es egyébként. És aztán van egy ilyen toll készlet, ilyen 5 darabos, van benne két kék, egy rózsaszín és két fekete toll, de egyébként mindegyik kékkel írt el. Tehát igen. Amúgy grafitokat nem vettünk, mert én maradt pár a tavalyról, meg van egy ilyen csomag. Egyben szintén van két darab, van benne még egy radír is, egy jegyező, meg egy 17 darabos, meg 17 centis vonalzó, és csak a vonalzó lesz a hanai, mert az ellen kannál egy 17 centis vonalzó. Kérték az iskolába. De itt egy ilyen tollam. Tök szép szerintem. Így néz ki. Ilyen gyöngyök vannak benne, és most még nem fókuszálsz. Fókuszálj kérlek. Ilyen szép, tök szép szerintem. És a végeivel pedig a telefon. Lehet nyugodni, és nem fókuszál, fókuszálj. Szia! Hello! Most ide kell jöjjek, hogy fókuszáljam. Köszönöm szépen. Így. Mi van itt még? Ennyi? Ennyit vettünk. Komolyan. Na hát, igen. Idei évre nem kellett sok minden, mert még volt, ami maradt ugye tavalyval is. Tehát szövegkiállók is maradtak, még pár dolog. És itt egyébként nem is kell sok minden, mert kevés tantárgyam is van, tehát van, pontosan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab tantárgyam van. Tehát, igen, mivel ugye ez a német osztály, ahol csak más nemzetiségek vannak, nincsenek németek. Mivel itt tanítják a nyelvet, meg ezeket, és majd jövőre fognak engem átrakni. Tehát mikor 8-ba, most megyek 7-be. És akkor 8-ba kéne menjek, akkor raknak át az ilyen normál osztályba, ahol viszont csak németek vannak. Igen, oda. Tehát sajnálom, hogy ilyen rövid lett a videó. A tavaly viszont tudom, hogy hosszabb lett, de akkor több minden volt, amit kellett venni. Hát, mindegy. Nem, de hogy ennyi. Várjátok, nem jó. Mert van egy ilyen radírom, ami Faber-Castell-es, és ez ilyen piros tartója, és így ki lehet húzni, és itt a radír. Hogy ilyen okos szóljon. Na, most már ez volt az utolsó, igen. Tehát nagyon remélem, hogy tetszett. Sajnálom, hogy rövid lett, de nem volt mit sokat bemutassa. Tavaly is sokkal hosszabb lett szerintem. De hát, ez van. Remélem tetszett, hogy igen, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Remélem várjátok a többi videót, ja, és írjátok meg kommentben, hogy
milyen videókat csináljak. Sziasztok!